Dombóváron, a Gyár utcában kapott helyet a pumpapálya, vagyis egy modern, közösségi és játszótér. Az ünnepélyes szalagátvágás alkalmával a település polgármestere kihangsúlyozta, fontosnak tartják a testmozgást, a fiatalok egészséges életmódra való nevelését. Annak érezzük fontosságát, hogy olyan közösségi terek legyenek, a fiatalok tudnak sportolni. Az elmúlt néhány évtizedben Szőlőhegyen a buszmegoldónál voltak különböző buckák, gödrök ásva. Igazán azt gondolom, hogy méltánytalan volt Dombóvár városához. Amikor ez a pályázati meglehetőség megnyílt, azonnal értünk a lehetőséggel és pályáztunk erre a pumpapályára, aminek azóta megtanultuk a definícióját is, és tudjuk, hogy mit akar egy pálya, és azt gondolom, hogy kiváló szakemberek, illetve fiatalok mutatják, hogy mire is lehet ezt használni. Nagyon remélem, hogy a mai bemutatás azt követően a fiatalok, amikor birtokba vetik a pályát, sérülésmentes lesz, és ez igaz lesz az egész hétvégén és az azt követő időszakra is. Szerencsések voltunk, hiszen a kivitelező jelentkezett, amikor hírre ment, hogy mi szeretnénk egy ilyet. Sajnos nagyon kevesen tudnak ma ilyen pályát építeni Dombóváron. Egy magyar törzsgárda mellett szlovén munkások állították ezt elő, hiszen látszik is, hogy ami ide volt hordva, több száz tonna kő az mind behordásra került. Ma mindenki ezt a pár száz négyzetméter aszfaltot látja, de ide rengeteg anyag került beépítésre. Aktív Magyarország program keretében 50% támogatás intenzitás mellett tudjuk megvalósítani. A fiatalok aktív szabadidős tevékenységét elősegítő projekt közel 29 millió forintból készült el, melyre Dombóvár város önkormányzata majd 16 millió forint önerőt biztosított költségvetéséből. Az önkormányzat felhívja a figyelmet a pálya környezetének megóvására és rendeltetésszerű használatára, melyben az ország különböző pumpapályáin már tapasztalatot szerzett fiatalok bemutatója jelentett segítséget. A biztonság érdekében a sisak és a különböző védőfelszerelések alkalmazása nélkülözhetetlen ebben a sportágban. Tudtuk meg a bemutatót tartó BMX suli elnökétől. Igazából mindennel ugye a szaktudás az így közbe jön, tehát hogy ahhoz, hogy valaki ezt elkezdje, ahhoz én azt mondanám, hogy egy nagy kupac bátorság kell, kitartás, ugye az nagyon fontos, úgy, mint általában az összes sportnál. Kifejezetten inkább a BMX freestyle-ról beszélnék, hogy olimpiai sportág lettünk. Ugye a tavalyi évben a tokiói olimpián debütált először a BMX freestyle, jelenleg amúgy most éppen zajlik a BMX világbajnokság Franciaországban, egyre nagyobb és egyre szervezettebb versenyeket rendeznek, és én úgy látom, hogy egyre több fiatalt és gyereket tudnak így bevonzani a különböző sportegyesületek. Tehát nálunk mi is egy utánpótlás egyesületet operálunk, jelenleg nálunk 30 gyerek van. Hivatalos sport lett, keretek közé lett helyezve. Engem, ami nagyon megfogott benne, az volt, hogy igazából tényleg azt gyakorolhattam, amit szeretnék, nem voltak benne megkötések, akkor mentem ki, amikor nekem jól esett, ez azt jelenti amúgy, hogy igazából mindig. Sebességből és bátorságból sem volt hiány a bemutató alkalmával, amelyen láthatták a gördeszka, roller és BMX használatát is az érdeklődők. A pumpapálya használója, ha megfelelően pumpál, akkor tekerés nélkül képes körbe-körbe haladni rajta. A pump track hullámok és kanyarok egymás utánja. Egyre növekvő népszerűsége annak köszönhető, hogy egyaránt nyújt élményt amatőröknek és profiknak, használata nagyban hozzájárul a biztonságos közlekedéshez, tartják a szakértők. A bemutató után örömmel vették igénybe a helyi és környékbeli fiatalok a Gyár utcában található pályát. A dombóvári pumpapálya egy remek lehetőséget kínál a kikapcsolódásra, természetesen védőfelszerelések és megfelelő körültekintés mellett.